Köszöntöm a stúdióban Ravasz Tibort, úgyis, mint a Veszprém Vármegyei Közgyűlés egyik leköszönő tagját, ugye? Nem jelölték már újabb fordulóra? Ebben a fordulóban nem. Ebben a fordulóban nem rúg labdába, akkor talán majd legközelebb. Mindenesetre nem is annyira a közgyűlésben végzett munkájáról szeretném kérdezni, ha nem veszi zaklatásnak, de nem csinál titkot abból, hogy tulajdonképpen nem is rég még a Ajkai Magyar Imre Kórház munkatársa volt, felelős vezetőbeosztású munkatársa, és hát valamilyen oknál fogva megváltak öntől. Nem tudom, erről egy pár szót, ha hallhatnánk, vagy ez nem releváns. Természetesen mindig az releváns, amit a szerkesztő kérdez. Hát igen. Politikusként ez az ember már megtanulta. A megyei közgyűlésbe való jelölésemről csak annyit, hogy ugye a politikában való részvételhez ambícióra, egyszerre bizalomra, rátermettségre, képességekre, és hogy úgy vegyük, bizalomra vagy felkérésre felkés. Kell, hogy sor kerüljön. Nagyon sok ember tekintetében az idén háromból valamelyik hiányzott. Most a megyei közgyűlési listán lévő Fidesz-KDNP-s jelölt kollégák, barátaim esetében ez a három dolog egyszerre megvolt. Jó, maradjunk ennyiben, ne boncolgassuk tovább. Viszont eléggé vészjósló hírek hallatszanak, nem csak a Magyar Imre Kórház felé, hanem egész magyar egészségügyről, és hát nem csinálok titkot belőle, hogy öntől tudom, hogy készült egy tanulmány a Boston Consulting legyártásában, ami Szlovákiában már szárba is szökkent, hogy úgy mondjam, tehát az ottani egészségügyi rendszer átszervezése nagyrészt ennek köszönhető, és ön azt állítja, ne legyünk szerények, hogy Magyarországra is ez a sors vár. Mi ennek a következő, vagy mik lehetnek ennek a főbb sarokpontjai? Mitől kell tartanunk? Hát gyakorlatilag a Boston Consulting jelentések nemzetközi szinten készültek el. Tehát több közép-európai országban dolgozott a Boston Consulting, de erre, hogyha valaki a neten rákeres, akkor meg is találja ezeket a kérdéseket. A Boston Consulting Szlovákiában az egészségügyi reform kapcsán készített egy hasonló átvilágítási anyagot. Minden bizonnyal hasonló történelmi kitettségű ország, hasonló földrajzi fekvésű ország, mindenféle tekintetben én azt gondolom, hogy jellemző hasonlóságok vannak a két ország között, hazánk és Szlovákia között, és gyakorlatilag ott ezt az egészségügyi reformot 2019-20-ban elindították. Egy kicsit szerencsésebb volt a társadalmi vitára bocsátása annak a Boston Consulting jelentésnek, hiszen ott a szlovák kormány a jelentés egy jelentős részét közzétette, és vitát generált róla nem társadalminak. Nem úgy, Magyarországon, ugye? Így van. Bár Magyarországon is a Semmelweis terv és egyéb, ami ugyanezről a területről készült, azok mi nyilvánosak. Tehát alapvetően nincs új a nap alatt. Tehát a szakma legalább megismergethetett vele. Így van. De a Boston Consulting jelentés esetében nem így van, hiszen ott a jelentés teljes terjedelmében titkos maradt. Ez mekkora terjedelmi jelentés? Milyen átfogó megállapításokat tartalmazhat? Hát hogyan lehetne keretezni vagy jellemezni? Gyakorlatilag ugye, hogyha főleg az ellenzéki sajtóban lehet sokat olvasni ennek a jelentésnek a tartalmáról. A bírósági eljárás, amelyben ugye ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalát szerette volna elérni több civil szervezet, a bírósági tárgyalási anyagok, cikkek és egyebekből lehet következtetni arra, hogy ez egy közel 1000 oldalas szerződésen alapuló, átvilágítási szerződésen alapuló anyag. Alapvetően azt vállalta... Tehát maga a szerződés, a megbízás 1000 oldal volt? Nem, maga az elkészült anyag volt 1000 oldal. De mivel bár én már semmi nem csodálkozom. De mivel a szerződés nyilvánosságra került, ugye ezt a civil szervezetek kiperelték, abból azért számtalan utalás van a szerződésben arra, hogy mi készül. Ebből is lehet nagyon sok mindenre következtetni, illetve arra, hogy azok a Szlovákiában bekövetkező egészségügyi reform lépések, ott is harc, a paraszolvencia ellen harc, ezt követően ugye az egészségügyi szolgálati jogviszonyban való beterelése az egészségügyi dolgozóknak, az orvosok magán és... Tehát ezek már kipróbált sémák akkor, amikre itt Magyarországon úgy nézünk, mint borjú az új kapura néha. Így van. Tehát gyakorlatilag ezek nem újak a nap alatt, tehát azért egy egészségügyi rendszernek, főleg egy olyannak, ami tényleg hasonló fejlettségű országokban, hasonló társadalmi helyzetű országokban alakulnak ki, nincsenek meglepetések. Tehát alapvetően ezért lehet arra következtetni, hogy amit a Boston Consulting megállapított ott több hónapnyi előkészítési munka után,
azt Magyarországon 4 hónap alatt készítette el, tehát el tudja képzelni szerkesztő úr 4 hónapon keresztül egy több száz szereplős rendszert átvilágítani, megtalálni a gyenge pontjait, Hát gondolom beazonosítani a sok volt kritikus a helyzeteket. Ctrl-C, Ctrl-V, nem? Hogy hát egyszer már megnéztük, hasonlítunk. Hát én azt gondolom, hogy gyorsan készült az anyag, vagy pedig ugye előtte már volt egyfajta előkészület, amiről esetleg nem volt nyilvános szintén, mint hogy most is. De én a szlovák anyagban azt láttam, hogy a hasonlóságok mellett van a kórházak esetében egy olyan séma, hogy 5 fajta kategóriába osztotta a szlovák egészségügyi kormányzat a szlovák kórházakat. A sorszámozástól most teljesen függetlenül az első két kategória, vagy a felső két kategória, azok országos intézmények, illetve megyei intézmények voltak, és a 3-as, 4-es, 5-ös kategóriába azok a kórházak kerültek, akik kisvárosokban működtek, és ezek a kórházak még és most kifejezetten a szlovák szóhasználatot mondom önnek, elfekvő kórházként voltak apostrofálva Szlovákiában. Tehát ez nem egy magyar megfeleltetőség. Magyarul ezt hogy mondják? Hát én azt gondolom, hogy ezek krónikus begyógyászati és ápolási intézmények. De tartalmát tekintve nem áll távol egymást. Sőt, teljesen sőt, felik. Ugyanaz. Így van, így van. És gyakorlatilag a szlovák kórházaknak csak nem az 50%-a ebbe a három, tehát a hármas, a négyes és az ötös kategóriába esett. Na most, hogyha a párhuzamokkal élünk, akkor valami hasonló elképzelés tartok valószínűnek a magyar egészségügyben is. Ebből kifolyólag, és már innen nézve nem csodálom, hogy a jelentés maga titkosítva van, de nem azért szerintem, amiért a Boston Consulting jelentést készítő szakemberek mondják, miszerint nagyon sok érdeket sértene ugye a benne leírtak és az abból következő reform. Ez a titkosítás lehetőséget ad a kormánynak, hogy adagolja, nem és saját szájvíze szerint egyrészt, végezze hát az átadásokat. Gondoljon bele, hogyha mondjuk a mostani 81 néhány állami kórházban mondjuk elterjedne a hír, hogy 40-ben csak krónikus szakmák és ápolás fog az elkövetkezendő évek során működni, a többiben meg lesznek aktív szakmák és... Az helyi lázadásokat is kiválthat. Meg az emberek nem akarnak elfekvő, nem biztos, hogy akarnak pontosabban ilyen jellegű kórházakban dolgozni. Hát el tudja képzelni, hogy akinek aktív szakmája van, ugye egy traumatológus, egy neurológus és sorolhatnám azok nem biztos, hogy vállalják ezeket a... Na most egyre másra hallunk olyan híreket, a Veszprém Vármegyei Kórházról is legutóbb, hogy bezár az urológia fekvőbeteg ellátása, és át az országban többen szülészetek zárnak be, itt is volt kritikus helyzet, Keszthelyen ugye át kellett venni bizonyos funkciókat. Nem konform mégis az elgondolás a valósággal, tehát hogy kevesebb szakember, kevesebb szakellátóhely, több elfekvőt, krónikus. Nézze végül is a... Szóval a folyamatok mit igazolnak? Végül mit is az évente végzett orvosok és a most már szerintem vonzóbb ápolási szakma is, hiszen azért a bérreform bekövetkezett az elmúlt 3 évben ezeken a területeken. Ez már lehetővé teszi, hogy legyen utánpótlás. Tehát én azt gondolom, hogy én inkább azokkal értek egyet, akik a szakmán belül azt mondják, hogy elég az orvos és elég a nővérlétszám is, csak a magánellátásban eltöltött idő, az ugye hátráltatja az állami ellátásban eltöltött időt, fogalmazzunk így, illetve nem biztos, hogy a megfelelő módon vannak elosztva ezek az erőforrások. Most ugye mindenki arra számított, hogy amikor az országos kórházfőigazgatás fölállt, akkor egy átvilágítás történt. Akkor mindenkiről felvették azt az adatot, hogy egészségügyi szolgáltatói jogviszonyba belépésekor, hogy hol dolgozik, mennyi órát, felvették róla azt az adatot is, hogy magánellátásban dolgozik-e, mennyi időt, ehhez engedélyt is kellett kérnie az országos kórház főigazgatástól, másodállások válására és egyéb. Tehát ebből egy erőforrás térkép kirajzolt. Ebből mi úgy gondoltuk, hogy évekkel ezelőtt elkészült ez. De a szakmán belül nem látszik annak nyoma, hogy ezt valamire használták volna, vagy erre valamilyen következtetést levontak volna. És mindez milyen jövőt vetít elő mondjuk az Ajkai Kórház számára, hiszen Ajkán vagyunk, Ajkán beszélgettünk, talán ön is Ajkai helyzetet ismer a legjobban. Mi várható itt, hiszen a politikusok egymás után nyilatkoznak, akár még Navracsis Tibor is, hogy az Ajkai Kórházat nem hagyjuk, és ha a múltját tekintjük, a
sok-sok milliárdos beruházást másra lenne predesztinálva a kórház, mint amit esetleg Sandán kikövetkeztetek a Boston Consulting tanulmányából, hogy itt bizony előbb-utóbb krónikus részlegek lesznek. Az biztos, hogy a politikusoknak, legyen az a helyi városvezetés, legyen az egy országos politikus, Navracsics miniszter úr, de legyen az a választásokra egy kicsit kiélezve a helyi Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, ő nekik nem érdekük, hogy ez a kórház sérüljön. És én biztos vagyok benne, hogy ők egyet is értenek abban, hogy ezt a kórházat valamilyen úton, módon, egy külön utas megoldással, de meg kellene menteni az aktív ellátásnak. Na most visszatérve még a Boston Consulting három utolsó kategóriájára, ugye ott is azért az aktív ellátások részben jelen maradtak a kórházakban, de főként dominált ugye a krónikus ellátás. Itt ugye ez a mérleg lesz a kérdés, hogy mennyi aktív szakmát tudunk megtartani a krónikus szakmák, ápolás és krónikus belgyógyászat mellett. De ugye mivel ön is ezelőbb úgy fogalmazott, hogy negatív hírek jönnek az egészségügyből, ezért ez azért gond, mert hogyha nincs jövőkép, nincs pozitív, és erről nem beszélünk, akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy mindenki csalódott, mindenki úgy gondolja, hogy ebből a kórházban nem lesz aktív ellátás. Amint lehetősége van, mondjuk 20, 30, 40, 50 kilométerekre ma már nem gond elutazni, ugye? Innentől kezdve a győri, a székesfehérvári, a veszprémi kórháznak az elszívó ereje a nagyobb veszély. Tehát amikor, és ugye itt van egy sokszor idézett kérdés még, ugye ez a bizonyos gazdasági integráció és az azt követő jogi integráció. Amikor az integrációról dönt egy szakmapolitika, akkor ha egészségesek az alrendszerek, ugye, nincsenek betegségeik, nincs nővérhiány, nincs orvoshiány és egyéb, akkor lehet integrációról és lehet gazdasági összevonásokról beszélni, de amikor ilyen jellegű problémák vannak, akkor a nagy testvér majd a kis testvér rovására fog erősödni. Tehát a hiánybetegségek lépnek föl, mondjuk, hogy a szakmánál maradjunk. Persze, ezt mi ajkán az elmúlt 3-4 évben ezt megtapasztaltuk. Vagy egyik intézmény másiktól szívja el a szakembereket erőfölénye visszaérve. Ilyen volt már ajkán is, ugye, itt Vajka Veszprém viszonylatban. Na most, és hozzáteszem, meg is értem a veszprémi intézmény vezető döntését, ugye, ebben az esetben, hiszen azt mondja, hogy a Veszprém megyei ellátást biztosítania kell. Tehát még miatt valaki ez azzal érdeke. Vádolna bennünket. Ez a feladata. Így van, őt ezért tartják ott. Csak ezért is írtam le ugye a Facebook posztomba, hogy természetessé vált az a helyzet, hogy az Ajkai Kórház érdekében konfrontálódni kellett a Veszprémi Kórház vezetésével. És ez nem szűrsó se jó. Legyünk nagy képűek, erre ment ön rá például. Hát nem csak én, szerintem főigazgató kollégám is. Szóval főigazgatói beosztás is igen. Ennek. Apropó, főigazgatói kinevezéseket mostában nem nagyon osztogatják, pedig kellene, ugye? Én úgy igen, tudom. 24 olyan főigazgatói hely van, ami megüresedett, de egyelőre... Még tavaly decemberben, igaz? Így van, és azóta sajnos nincsenek. Ez amúgy egy nagy rendszerben rendszerszervezési problémát is felvet. Igen, most rendszerszervezés, én tanultam egyetemista koromban, hát olyan 40 évvel ezelőtt a rendszerszervezés, hogy valami rémlik, tehát például a szervezés úgy kezdődik el, az átszervezés mondjuk, hogy el kell nyerni azok bizalmát, akiket érint. Ez egy nagyon fontos dokument, nem lesz semmi az egészből. Na most itt a környéken mennyire sikerült személyi feltételekben azonosítani a leendő átszervezésekkel a szakembereket? Ezt most jó hülyén fogalmaztam. Tehát megvannak-e azok a, hogy is mondjam, lojális és szakmailag felkészült szakemberek, akik ezt a változtatást le tudják majd vezényelni? Az Ajkai Kórház érdekében itt nagyon fontos kérdés a lojalitás, amit említ. Tehát alapvetően most egy pápai vezetése van az Ajkai Kórháznak. Ugye ez a pápa-ajka viszonylat, ez nagyon régi történet már az Ajkai. Igen, mi is írtunk rá, hogy nem csak a kórházban, hanem azért van a tankerületnél, meg itt ott azért. Itt a pápai érdek befolyás alá kerülne. Én bízom abban, hogy a szakember kollégák nagyon jól végzik a dolgokat ebből a szempontból, de ajkaiként, amikor már arról kell elgondolkodnom, hogy a 8 éves fiam, ha leesik a mászókáról, be tudom-e vinni az Ajkai Kórházba traumatológiai ellátásra, akkor már felvetődik bennem az a kérdés, hogy az ajkaiak a saját kórházukért több mindent megtennének, mint a nem ajkai. Na most én azt hiszem, már jó régen lehet, hogy gyerekkoromban olvastam, úgy látszik öregszem is a régi emlékek.
Albert Schweitzer, mikor Afrikában rendelt, tudja, a zongorista és kiváló orvos professzor, azt hiszem olyan kórházakat hoztak ott létre primitív körülmények között, ahol az is sebészet például mindenhol volt, mert hát az a legkevesebb, hogy valaki leesik a hintáról, vagy elvágja a kezét otthon, hogy valahová tudjon futni. Tehát van az a szakmai minimum, vagy inkább rendszer, amit mondjuk szakemberek javasolhatnak a Boston Consulting tanulmányait figyelembe véve, hogy egy-egy 3-as, 4-es, 5-ös kategóriájú kórházban milyen ellátásoknak kell föltétlenül jelen lennünk. Sőt, ugye alapvetően az egészségügyi törvény is meghatározza, hogy mitől kórház egy kórház. Nem is kell svejtszeri viszont. Tehát nagyon, nagyon, nagyon érdekes a helyzet, ezt mi nagyon sokszor megközelítettük erről az oldalról is, az elmúlt években itt az Ajkai Kórházban végzett munkánk során, hogy számtalan olyan egészségügyi intézmény van a megyében, akit kórháznak hívnak, de mivel mondjuk az alap 5, esetleg 6 szakma nincs jelen, ezért nem biztos, hogy nem lenne szerencsés őket mondjuk egy szakrendelőnek, vagy bármi másnak hívni, és tényleg csak azt nevezni kórháznak, ahol ezek a funkciók jelen vannak. Ilyen például a sürgősségi betegellátási osztály, amely annak idején itt Ajkán biztosan emlékszik rá, került. Egy névtelen bejelentés miatt veszélybe került. Igen. Tehát visszatérek az a kérdéshez, hogy megvan a megfelelő helyi szakmai erő, amely ki tudja harcolni azt a minimumot, ami kell Ajkának. Hogy van ebben valamilyen konszenzus, akár a pártok, akár a szakemberek között? Én azt gondolom, hogy konszenzusra láthatatlanba is kerülnének ezek a politikai erők. Tehát én ebben biztos vagyok. Az egy másik kérdés, hogy egy politikusnak a szájába sipot adni, még mielőtt azon a mérkőzésen fújni kellene, általában nem szoktak. Tehát a politikus erre mindig azt mondja, hogy majd amikor kimondják az Ajkai Kórházról, hogy ő a 3-as, a 4-es vagy az 5-ös kategóriába fog tartozni, és ami irányítója a Veszprém megyei kórház lesz, és jogilag is csak egy telephelye lesz a Veszprém megyei kórháznak, na majd akkor kell lépnünk, akkor menjünk át a hídon, ugye, amikor odaértünk. Nem lesz az túl késő? Igen, én azt gondolom, hogy késő. Tehát én bennem azért is motoszkált az a gondolat, hogy szívesen vettem az ön felkérését ebben a tekintetben, és talán ez a téma is asztalra kerülhetett, mert én ezt nem tartom, későnek tartom. Uh-huh. És most kinek kellene akkor elméletileg lépnie? Van olyan szakmai orvosi kamarának, vagy szakszervezetnek, független egészségügyi dolgozók, vagy kinél van most a labda azon Igen. kívül, hogy a kormány a kénye kedve szerint mondjuk úgy alakítja az eseményeket? Én úgy gondolom, hogy kettő dolog mindenképpen be fog következni, még azelőtt, mielőtt a kórházról valaki majd ítéletet mond. Az egyik ugye a Veszprém megyei kórház főigazgatójának a kinevezése. Említette ön is, hogy 24 kórházi vezetőt váltottak Igen. le annak idején, akár a hiányok miatt, akár a nyugdíjas koruk. Most el nem kergették őket, mert például úgy tudom, Veszprém vármegyei kórházban szaktanácsadóként tovább dolgozik a főigazgató, és Igen. máshol is van ilyen. Igen, gyakorlatban ez több kórház esetében megtörtént. Újságból, internetről lehet erről tájékozódni. Lényeg az, hogy most nem is biztos, hogy nem is biztos, hogy bocsásson meg, hogy közben, nem is biztos, hogy egy 65 éves szakembernek a tapasztalatát csúcsba kell dobni. Tehát higgye el, hogy nem, aki szerintem ezt a kérdést kívülről meg akarja ítélni, biztos vagyok benne, hogy egyetértene abban, hogy 65 évesen egy jól képzett tapasztalat, vezetői tapasztalatokkal rendelkező orvos még ereje tejében tud irányítani egy intézményt. Éppen ezért nem tartom valószínűnek, hogy az életkorukra való utalás miatt volt inkább reális az eltávolításuk, hanem másokok vezettek oda. De ugye ez megint megérne egy következő műsort. Igen, nyilván készültek olyan gazdasági elemzések, amik alátámasztották a elbocsátásokat, a leváltásokat inkább. Bár azt is hozzá kell tenni az ő védelmükben, hogy szörnyű az az alulfinanszírozottság, ami az egészségügyi rendszerben most van. Azt is megértem, hogy a finanszírozás oldaláról a pénzügyminisztérium erről a szektorról óvatosan gondolkodik. Tehát itt azért a technológiai fejlődés szuper gyors, tehát óriási összegek röpködnek egy-egy műtét esetében például. Ebből adódóan majdnem minden tekintetben importra szorul az egészségügy, tehát a devizárfolyamok
mozgása is hazavágja ugye az esetek jelentős részében az árakat. A közbeszerzések eredményességéről szerintem nem kell litániába kezdeni. Mindenki tudja, hogy ha valami közbeszerzés alá kerül, akkor annak a hatása az Igen. árakra mi szokott lenni. Igen. Nagyon ritkán mozdulnak ezek az árak lefelé. Itt volt az orosz-ukrán válságból adódó energiaválság, ami minden árba beépült, de nem kell beszélni, még a Covidot se heverte ki ez az egészségügyi rendszer, nem hogy az újabb orosz-ukrán energiaválságot. Tehát ebből a szempontból tök érthető, hogy a pénzügyminisztérium erről a szektorról úgy gondolkodik, hogy a világ összes pénze nem lenne elég. Ezért inkább évvégén pótolja ki a költségvetését minden egyes kórháznak, de ezzel az én magánvéleményem szerint rásüti a bélyeget a kórházvezetőkre, hogy rosszul gazdálkodnak, és ez nem szül jó testtartás semmiképpen. Most olyan hírek azért megjelennek, tehát akit érdekel a dolog, az hallhatja, hogy mondjuk havi 20 milliárd forinttal nő a kórházak adósságállománya, sokkal gyorsabban, mint korábban. Nem tartott, hogy előföldbe áll az egészségügy, mint hogy megjön ez az évvégi segítség? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a kórházi gazdasági vezetői múltamból tudom, hogy nagyon pontos monitoring rendszer van, tehát percről percre tudja az országos kórház főigazgatás, hogy hogy áll. Mikor kell ástartolni, így van, hogy és gyakorlatilag, a de hozzáteszem, mi kórházi vezetők annak idején is, de a mostaniak is biztos, hogy sikítanak. Tehát a belső rendszerekben... Ez része a belső rendszernek a sikítozás. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a fajta gyorsulás, amiről pedig ön beszél az eladósodottság tekintetében, az higgye el, hogy nagyon sok esetben a kormányzati pozitív lépések következménye. Tehát amikor egy egészségügyi dolgozó munkabére meg 3-4-szereződik, ugye, 4-5 év alatt, amikor egy orvosbére meg 3-szorozódik, és milliós nagyságrendű orvosbéreket fizetünk ki havonta, ezek természetesen gyorsítják föl a hiány keletkezését, de ez valahol meg annak a letéteményese, hogy ne menjen el az adott orvos külföldre Magyarországról. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem egy elítélendő, ezt is tartani kellene, de nem biztos, hogy ezt a fajta finanszírozást mindig az év végén kellene. Lehet, hogy be kéne építeni ezt egy havi rendszerességgel, legalább akkor nem néznék tolvajnak, bűnözőnek az egészségügyi intézményvezetőket. Na most a szavaiból azt hámozom ki, hogy igazság szerint a perspektívikusan nagy baj nincs, viszont a hétköznapi tapasztalat az, hogy nőnek a várakozási idők, egyre nehezebb szakorvos elé kerülni, egyre távolabbra kell utazni bizonyos betegségekkel. Azért van egy ilyen negatív tendencia, aminek nem tudom, lehet extrapolálni, de mi lehet a vége, hogy átveszi a szerepet a magánegészségügy, bár már ott is vannak kapacitásgondok, én úgy tudom, ráadásul az emberek ugye a finanszírozás, kevés a pénzük, most mit mondjam, kevés a pénzük a magánegészségügyi ellátásra, tehát látja arra lehetőséget, most ez egy ilyen filozófikus kérdés, hogy a társadalombiztosítási rendszert úgy alakítja át a kormány, hogy a magánegészségügyi ellátást is finanszírozom, előbb-utóbb szerintem muszáj lesz. Ez egy nagyon összetett kérdés, mert ugye sosem beszélünk a gyógyszerkasszáról. Tehát mindig csak arról beszélünk, hogy várólisták vannak, hogy a kórházak eladósodtak és egyéb, de az egészségügyi kiadások állami teher átvállalása nagyon jelentős tekintetben jelen van a gyógyszerárak támogatásában. Tehát ez a nyugat-európai országokban ez sokkal kevésbé van jelen. Tehát nem csak úgy ad állami támogatást egy embernek, hogy ingyen adjunk egy vakbélműtétet, ugye, mert gyakorlatilag itt erről beszélgetünk, hanem úgy is, hogy a gyógyszer árakat támogatja a kormányzat. Tehát ez egy összetett kérdés. De az biztos, hogy a várólisták azért alakulnak ki, mert az adott kórháznak nincs pénze az adott beavatkozás elvégzésére. Ha ott van az orvos, ha ott van a nővér, ugye? Ügyeletben is, délelőttös munkarendben is, és el tudná végezni azt a beavatkozást, akkor még külön kasszából finanszírozva is el kellene, hogy végezze. Amúgy erre van is próbálkozás, tehát amikor nagyon felduzzadnak ezek a várólisták, akkor a NEAK, aki a finanszírozásért felelős az egészségügyi rendszerben, nagyon gyakran milliárdokat különít el arra, hogy ezek a várólisták csökkenjenek, és azokat a kórházakat támogatja a beavatkozásokon keresztüli többletfinanszírozással, akik ebben részt vesznek. Csak ugye egy idő után, ahogy az előbb ön is mondta, a magánellátás és az állami ellátás harcol egymással, azok a
munkavállalók, akik egyszerre mind a két szektorban dolgoznak, hiszen a megélhetésüket így biztosítják, azok nem tudnak egyszerre két helyen lenni. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a magánellátás néhány kivételtől eltekintve a szövődményes, nehéz eseteket sosem fogja tudni felkarolni. Tehát ehhez mindig intenzív háttér, mindig sürgősségi háttér, mindig komplett sebészeti, traumatológia és egyéb tímek kellenek, amelyek meg az állami rendszerben vannak jelen. Tehát én azt gondolom, hogy mindig lesz magán és állami egészségügy, egymás mellett kéne, hogy megférjenek ezek a rendszerek, de addig, amíg az egyik rendszer, és most szándékosan nem mondom, hogy az állami a másik rovására vagy fordítva, de amíg az egyik rendszer a másik rovására élhet, és nem pedig egymás mellett élnek szimbiózisban, addig baj van. És mi a helyzet a teljesítmény volumen korláttal? Régen dobálóztunk ilyen kifejezések, hogy azért nem lehet megműteni, mert mit tudom, már 10 műtét volt ebben a hónapban, többet nem lehet. Van még ilyen? Igen, van. Természetesen van. A szakmai neve már más, de alapvetően természetesen így van. Tehát minden egészségügyi intézménynek megvan az a kapacitás, amire leszerződött a NEAC-kal. Hogyha azt a kapacitást túl teljesíti, akkor degresszíven finanszírozzák, tehát az azt követő beavatkozásokat már 75, illetve 25%-on fizeti csak ki a NEAC, de vannak olyan kórházak, akik alul teljesítenek, az ottani teljesítményeket meg át lehet csoportosítani megyén belül. Ezért fontos amúgy, hogy egy megyei kórházigazgatói kinevezés miért nincs meg. Ezért fontos, hogy majd olyan megyei kórházigazgatót kapjunk Veszprém megyébe, aki ebben rugalmasabb lesz. És ugye itt kanyarodok vissza arra, hogy 3-as, 4-es, 5-ös kategória, Boston Consulting és egyéb. Ha egyáltalán ez a magyar Boston Consulting jelentésben benne van, tehát azért hangsúlyozzuk, hogy ez egy fikció a mi részünkről, csak a túl sok párhuzam tűnt fel néhány szakembernek, nem csak nekem, amúgy erről az interneten is nagyon sok helyen lehet olvasni. Nem mindegy, hogy a Veszprém megyei kórház igazgatója majd. Egy aktív, szakmákat is lehetővé tevő, esetleg krónikus begyógyászati és ápolási tekintetben pedig egy nagyobb ágyszámmal, de aktív, kiegészítő szakmákkal engedi-e majd működni ezt a kórházat. Van-e információ arról, hogy hogy áll a Veszprém megyei kórház új főigazgatójának a kinevezése? Hát konkrét információk erről azért nincsenek, tehát a rendszer sokkal zártabb ennél, de az biztos, hogy azok a jelentkezők, akik bekerültek a castingba, ahogy ezt igen, mondjuk más szakmában mondják. De nagyon találó kifejezés, úgy igen, hallottam, hogy ilyen felkészítésszerűen és vizsgaszerűen szűrik a jelentkezőket. Így van, a belügyminisztériumnak van egy felkészítő tréningje, ami nem csak felkészít, hanem minősít is. És gyakorlatilag az erősségeit, gyengeségeit az ilyen vezető állásokra jelentkezőknek méri, és ezek alapján dönti el, hogy alapvetően az alkalmassága milyen, aztán utána természetesen a szakmai víziója az adott intézményrendszer jövőjéről, és egyéb az sem egy utolsó szempont, de igen, ilyen jellegű rendszerek vannak. Lesz az Ajkán új főigazgató, vagy ebben a rendszerben már nincs rá szükség? Hát az új SMS-e a kórháznak már fent van a kórház honlapján, abban nincs főigazgató. Abban orvosigazgató végzi ezt a tevékenységet, megbízott főigazgatóként. Ez jó vagy nem? Vagy így nem lehet eldönteni? Hát nézze, hogyha a Egy jó rendszerben egy orvosigazgató is jól működhet, gondolom, ha helyette egy csomó szkilt, egy csomó dolgot átvesz a főigazgató, mert vármegyei főigazgató, de egy rossz rendszerben... Nézze, az biztos, hogy az adott intézmény érdekében az elkövetkezendő néhány hónapban, évben biztos, hogy küzdelmet kell folytatni. Tehát aki most arról beszél, hogy teljesen sima lesz a gazdasági integrációt követően, ami 2021. decemberében megtörtént a kórházak között Veszprém megyébe, majd követi egy úgynevezett szakmai integráció vagy jogi integráció, és a Veszprém megyei kórház lesz minden egyes orvos munkáltatója, és minden egyes nővér munkáltatója a végeken is, hogy ez nem fog simán menni, az biztos. Ez alapvetően egy ilyen helyzetben biztos vagyok benne, hogy az előbb ön is mondta, bár van a másik verzió, hogy nem szokták megkérdezni a békákat, amikor lecsapolják a lápot, ugye ez is egy prominens igen, politikustól származik ez a mondás. Itt mindenképpen kell egyfajta konszenzusra törekedni. És ezért nem utolsó szempont, hogy milyen
vezetői képességekkel, milyen szakmai képességekkel, milyen emberi attitűddel fog rendelkezni az a főigazgató, aki Veszprém megye élére kerül. Lesz ebbe a folyamatba beleszólásuk az ajkaiaknak, ha néhány ponton is csak? Tehát ugye volt a sürgősségi osztály egyebek miatti tüntetés itt a kórház előtt, el kell menni eddig a pontig, vagy meg lehet oldani társadalmi konszenzussal ezt az átalakítást? Hát én bízom benne, hogy meg lehetne, de a gyakorlati tapasztalat azt más mutatott. Ugye a sürgősségi betegellátási osztályunk tekintetében is más mutatott, illetve van most egy nagyon határozott belügyminisztériumi vezetése ennek a szektornak, ahol nem igazán dívik ez a fajta egyeztetés. Na most én bízok abban, hogy ennek a megyének az országgyűlési képviselői, illetve a mostani egészségügyi intézmény vezetői kara, mert azért annak ellenére, hogy a főigazgatók egy része távozott, vagy jól felfogott érdekéből, vagy pedig erőszak útján az intézmények éléről, akik maradtak, azért ők jó szakemberek. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezek az emberek egyszer asztalhoz tudnának ülni, és meg tudnák ezt a kérdést vitatni, akkor biztos vagyok benne, hogy lehetne valami fajta konszenzus ebből. Talán még ön mondta egyszer nekem, hogy a remény hal meg utoljára. Hát, hát másokként mondták, a reformátusok szoktak, ez nem érdekes. Hát igen, a remény hal meg utoljára, tehát a lényeg az, hogy politikusok és szakemberek ugyanazt a szekeret tolják, kémszerűen. Bízzunk benne. Ne szét felé húzzanak. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.